Következő újdonság, tűzgésztáblákat is be lehet illeszteni. Ötféle táblát lehet beilleszteni, egy-egy ilyen tábla ütelemből állhat, itt kell kiválasztani a sorszámot, és a tábla már illeszthető is. Meg kell adni a beillesztési pontot, majd a forgatás irányát. Akkor ezt az összetett táblát a program ide lerakja. Itt például egy gyalogos táblát lehet beilleszteni, 4-es beillesztés. Ezek a táblák egyszerűen felépíthetőek, ezzel az ikonnal lehet törölni, és itt ugyanúgy hozzá lehet adni ezeket. Kép alapján ki lehet választani. Ha attribútumos táblát adunk hozzá, ezzel az ikonnal kell hozzáadni, a megfelelő pozícióba, ahol kattintunk, akkor az attribútum adatokat is tárolni fogja a program. Tehát, ha most beillesztjük az ötös táblát, akkor itt marad az 50-es értéke. A burkolati jelek is megújult, a teljesen kezelő felületben lehet kiválasztani többféle típusú normált, sárgát, körvonalas burkolati jeleket. Ha beillesztünk egy burkolati jelet, ezzel az ikonnal kell beilleszteni, ezzel lehet forgatni. Egy bizonyos távolságra az utolsótól azonos forgatási szöggel be lehet rakni. Még 6 méterre szeretném az ellenkező irányba berakni, rá kell kattintani, meg kell adni, hogy azonos irány vagy ellenkező irány, ellenkező irányba rakja be ezt a burkolati jelet. Ugyanígy a következőnél be lehet, tehát ellenkező irányba, akkor berakja a következő burkolati jelet. Annyit lehet csinálni még, hogy a záróvonalakat lehet, ha megvan a záróvonalnak a tengelye, akkor ezeket ki lehet szélesíteni. Hát itt meg kell adni, hogy ilyen szélességbe szeretnék a záróvonalat létrehozni, rá kell kattintani erre az ikonra a záróvonal rajzolásra, és ki kell választani ezeket. És akkor a program azt egy zárt vonal lánccal sraffozó hozza létre ezeket az elemeket. Megújult még a felülete közlekedési tábláknak, és bejött egy ilyen, hogy alcsoportok. Tehát a blokkokat, amik azonos, mondjuk a táblaszár, könyvtárban vannak, lehet osztályozni, tehát oszlopok, táblaszárak és kapcsolóelemek szerint.